Köszöntöm a nézőket! Idén is folytatódnak a színes programok az Alba Innovárban, és új tervek is vannak a jövőre nézve. Az esti mérlegben a következő percekben ezzel a témával várjuk Önöket. Idén is folytatódnak az oktatási programok az Alba Innovárban. A 3D-s nyomtatás, a robottechnika mibenlétével, az okos megoldásokkal ismerkedtek a cisztercés diákok az intézményben. Az Alba Innovárban minden nap fogadnak egy-egy évfolyamból 20-40 fős csoportokat, hogy a tanulóknak digitális oktatási élményben legyen részük. Hogyan épül fel az oktatási napja az ide látogató gyerekeknek? Itt minden nap egy osztály érkezik hozzánk, általában 20 és 40 fő közötti diáksereget tudunk fogadni. Általában ketté osztjuk a csoportokat, és az egyik csoport rögtön fent a nagy foglalkoztatóba, illetve a kisebb foglalkoztatóba kezd. Itt hát foglalkozásokat tartunk, szándékosan nem mondom azt, hogy tanórákat, mert az talán egy kicsit elrettentő lenne. Játékos foglalkozásokat, miközben tanulnak a gyerekek. Ilyeneket tartunk, programozást, Lego robotikát, 3D tervezést. A csapat másik fele pedig közben a lenti részben különböző más eseményeken vehet részt. Van például egy szabadulószobánk, ez egy digitális szabadulószoba. Itt különböző kódokat kell megfejteniük, illetve számítógépen kell csinálniuk a gyerekeknek különböző feladatokat, és a megfejtéseket, hogyha megtalálják, akkor ki tudnak jutni ebből a szabadulószobából, illetve itt a lenti térben van még egy VR-unk, tehát egy virtuális valóságot tudunk megjeleníteni, ezt tudják kipróbálni a diákok, illetve egy úgynevezett Wise Floor szoftverünk van, ez egy okos padlót jelent, ezen tudnak különböző kvízeket, illetve játékokat kipróbálni. Mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz ezeket megtanulni, vagy belepillantani? A diákok számára ez nem igényel különböző vagy különleges előképzettséget, tehát viszonylag hamar rá tudnak érezni. Direkt úgy állítottuk össze a foglalkozásokat, hogy mindenféle előképzettség nélkül is ki tudják próbálni, és akár meg is tudják tanulni a diákok ezeket az eszközöket, ezeknek az eszközöknek a használatát. Nyilván, hogyha van egy kis előképzettség, akkor tovább is tudunk például menni. Hát ez így azért a napokban nem fér bele, inkább erre tartogatjuk a szakköröket, illetve a táborokat. Másik részről pedig hát ugye a tanároknak is azért meg kell tanulni ezeknek az eszközöknek a használatát, illetve az itt dolgozó koordinátoroknak is. Hát nyilván ez kell egy kis motiváció, tehát azért olyan emberek dolgoznak itt, akik szeretik ezeket a digitális eszközöket, és folyamatosan meg kell újulni, folyamatosan meg kell tanulni. Ez természetesen nem okoz számunkra különböző, vagy hát különleges nehézséget, de azért kell hozzá egy olyan hozzáállás, hogy azért ezekkel az eszközökkel dolgozni tudjunk. Milyen korosztály számára ajánlott itt a részvétel? Mi minden nap vagy 7-es, vagy 9-es, vagy 11. osztályos diákokat fogadunk. Hát azt szoktam mondani, hogy általában így a felsőtől kezdve egészen az érettségig tudunk programokat nyújtani. Vannak eszközeink arra, hogy mondjuk ezen korosztályok alá, illetve fölé is menjünk, tehát azért itt vannak egész komoly robotika foglalkozások is az Óbudai Egyetemmel együttműködve, amit már ugye egyetemisták, illetve hallgatók programoznak, illetve hallgatnak, és hát tudnánk ez alá is menni, de hát már nagyon nem fér bele ez a kapacitásunkba, hogy még ennél kisebb gyerekeket is fogadjunk. Mire adhat lehetőséget a diákok számára, hogy picit belekukkanthatnak a jövőbe, azt gondolom itt? Azt gondoljuk, hogy a most végző vagy a most tanuló diákoknak már nagyon nagy szükségük lesz az úgynevezett algoritmikus gondolkodásra. Mi nem azt várjuk a gyerekektől, hogy most itt belekukkantanak ebbe a digitális hát jövőbe vagy jelenbe, mert tulajdonképpen ez már a jelen, és innen már programozóként mennek el, vagy mindenki programozó szeretne lenni. Azt viszont gondoljuk, hogy ez az algoritmikus gondolkodás az élet minden területén kelleni fog. Akár hogyha pék akar lenni a diák a későbbiekben, akár üzletkötő, akármilyen foglalkozást választ, minimális szinten kell tudnia a gépekkel bánnia, minimális szinten kell tudnia ezeket a gépeket, ha nem is programozni, de kódolni. És úgy gondoljuk, hogy erre mindenképp szükségük van, ehhez mi megadjuk itt a kezdőlöketet, sőt, akár már egy alaptudást is, hogy a későbbiekben ezt kamatoztatni tudják, aztán vagy ide visszajönnek szakkörre, illetve táborra, vagy elmennek valamilyen másik intézménybe, ahol mondjuk komolyabban tudnak foglalkozni a programozással, a kódolással, vagy a digitális eszközökkel, és akkor már úgy tudnak kilépni majd későbbiekben a munka világába, hogy egy biztos tudást tudnak maguk mögött a gépkezelést, a digitalizációt illetően.
Itt van mellettünk egy virtuális szőnyeg, azt hiszem, hogy hívják ezt. Mire lehet jó egy ilyen szőnyeg a diákok számára? Mi mindent tudnak elsajátítani, megnézni? Igen, ez egy nagyon érdekes dán fejlesztés egyébként, ez az úgynevezett Wise Floor okos padló. A technikai részletekben nagyon nem mennék bele, elég annyit tudni róla, hogy nem úgy néz ki, vagy hát úgy néz ki, mint egy nagy tablet, de valójában ez nem egy nagy tablet, egy Kinect segítségével működik, a lábat, illetve a kezet, illetve ezeket a végpontokat érzékeli, hogyha gyerekek rámutatnak valamire, akkor azt nagyon jól tudja érzékelni, és erre fejlesztettek ki a dánok különböző játékokat, amiket aztán mi tovább is fejlesztettünk, hiszen már rengeteg magyar alkalmazás van ebben a programban. Különböző kvízeket tudunk ráfejleszteni, játékokat, különböző témakörökben, tehát például van földrajz, történelem, matek, és ezekben a témakörökben tudunk olyan játékokat fejleszteni, vagy olyan játékokat tudnak programozni az ezzel foglalkozók, hogy a gyerekek észrevétlenül tanuljanak. Tehát valójában ők tanulnak, mondjuk egy matek feladatban egy koordinátarendszert állítanak be, anélkül, hogy mondjuk kimondanánk az olyan szakszavakat, akár hogy koordinátarendszer, hogy origó, hogy nem tudom, meccéspontok, enélkül megtanulják használni ezt a tudást, úgyhogy még ilyen szakzsargont se tettünk bele. Aztán természetesen vannak ilyen nagyon kikapcsoló játékok, van benne például foci vagy léghoki, ezek ugye nagyon népszerűek, hát nyilván ezeknek nincsen úgymond oktatási értéke, de nagyon jól hozzájárul ugye a közösségfejlesztéshez, és hát tulajdonképpen ezért is mondjuk azt, hogy ez az okospadló tulajdonképpen egy digitális közösségi tér is itt. Mennyire tetszett itt neked ez a virtuális szőnyeg, mennyire voltak nehezek a feladatok? Hát nagyon jók voltak. Voltak nehezebbek és könnyebbek is, de minden igazából arról szól, hogy tanuljunk, és ne az legyen, hogy az iskolába ülünk, és a könyveket nézzük, és unalmasan ülünk egész nap, hanem inkább így játékosan megtanítja a dolgokat. Miért hozta el ide a gyerekeket? Miért gondolta, hogy jó lehet, szükséges lehet nekik egy kis kapcsolódásra az élményközponttal? Azt gondolom, hogy ebben az élményközpontban egy picit a jövővel van lehetőségünk találkozni. Olyan eszközöket, olyan módszereket van lehetőségük a gyerekeknek kipróbálni, amelyek talán az elkövetkezendő években a hétköznapi életünknek is a részeivé fognak majd válni. Másrészt talán olyan dolgokat tudnak itt a gyerekek megtanulni, amiket az iskolákban nincs lehetőségünk. Talán mi a hagyományosabb, konzervatívabb dolgokat tanítjuk meg az iskola keretei között, itt viszont olyan dolgokat, olyan ismereteket tudnak gyűjteni, szerezni, amiket az iskola keretei között nem lenne lehetőség. Jó, egyenesen jönnek a robotok? Nekem? Jó? Valaki indítsa a negyediket is. Jó, akkor háromra indulunk. 1, 2, 3. Azt figyeld! A soha hely! Ennyi. Köszönöm szépen. Hát a győztes robotunk a második, úgy látom, tehát ott meg is van a vonal, látjátok? Jó, tehát ott van a vonal, de a többiek sincsenek messze, úgyhogy gratulálok a társaságnak, de egyértelműen a második robot a győztes, ott a vonalon állt meg. Eddig három programon vettem részt, szerintem a mikrobit programozás és a Lego robotika, amik így nagyon jók voltak. Mennyire nehéz szerinted itt elsajátítani ezeket az ismereteket? Hát nekem teljesen nulla ismerettel jöttem ide ma reggel, szerintem nem bonyolult, szóval teljesen egyszerű segítséggel, meg ugye így egyszerű módokon. Szóval nem nehéz. Hangparancsok is működnek, tehát már így rögtön reagál valahogy erre, amit mondok neki, azt a parancsot teljesíti. Pepper, can you move your head? Moving my head. Én múltan évben voltam itt egy kezdő Lego robot szakkörön, és idén megyek majd a haladóra. Vannak ilyen irányú terveid egyébként? Tehát esetleg az informatika világa vonzó számodra? Én alapvetően programozónak készülök, vagy honlapprogramozónak, vagy a robotika irányba. Ugye az ő feje búbja is egy érzékelő, hogyha be van kapcsolva a mesterséges intelligencia, azt onnan tudjuk, hogy kék a szeme, akkor arra is reagál valahogy, hogyha megsimogatjuk a fejét. Mindjárt szerintem be is kapcsol. I'm ticklish today. És akkor már is mondja, hogy hát egy kicsit csikis a mai... Ah, meow! Vagy éppen... úgy érzi magát, mint egy macska.
Mi várható 2019-ben az Alba Innovárnál? Folytatódnak-e a sikeres sorozatok a diákokat tekintve, és milyen tervek vannak még? Ami igazából folyamatos, illetve állandónak lehet mondani, az a fajta izgalom, vagy az izgalmi faktornak a növekedés, hogy mindig azt nézik, hogy mivel, milyen újjal rukkolunk ki. Nem minthogyha én azt gondolom, hogy bármi elavult lenne, tehát ugye most, ha belegondolunk, akkor most másfél éve működik másfél idény működik az Alba Innovár, és azok a gyerekek, akik találkoznak az Alba Innovárban lévő foglalkozásokon keresztül a digitalizációval, vagy digitalizáció valamelyik formájával, azoknak nagyjából minden ugyanolyan új, mint hogy a legelső gyerekeknek, hiszen ezek más gyerekek jönnek be a rendszerünkbe. Ugyanakkor azért van új a nap alatt, tehát ami nagyon fontos, és már egy ideje beszélünk róla, hogy az Alba Innovárnak a neve vagy megnevezése most már tényleg átmegy lassan Alba Innovár 1-be, vagy az alap Alba Innovár, vagy Alba Innovár Basic-nek, és van most már Alba Innovár 2, és most már tervezzük az Alba Innovár 3-at is. És ez az Alba Innovár 2, ez igazából arról szól, hogy a felnőtt képzést, ezt most nagyon komolyan vesszük innentől. Tavaly kezdődött el, ez körülbelül 3-4 évvel ezelőtt az önkormányzat egy fórumot szervezett a multinacionális cégek Székesfehérváron létező multinacionális cégek és nagyvállalatok részvételével, és ott a közös nevező egyértelműen az volt, hogy a szakemberre van szükség, digitális szakemberre van szükség a jövőben, amellett, hogy folyamatos hiány van betanított munkásokba is, de egyre inkább abba az irányba megy a hangsúly. És ez azt jelenti, hogy nem csak az alapképzési rendszert kell megváltoztatni, hanem valamit kell csinálni a felnőttekkel is, hogy képesek legyenek erre a feladatra. És erre próbáltunk válaszolni, és több vállalattal, Arkonik Videóton, Maherrel, itt a nyár folyamán, illetve ősszel több ilyen kétnapos képzést folytattunk le. Ezek sikeresek voltak, komoly tapasztalatok lettek, és ennek a következő lépcsője, hogy egy 320 órás képzést indítunk be jövő héten az Arkonik kerékgyártó vállalattal. Ezt azt lehet mondani, hogy mindig is szoktunk mondani, hogy az Alba Innovárt hogyan helyezzük el, és akkor ezt is próbáljuk elhelyezni, ezt az egész felnőtt képzést, amit egyébként az Óbudai Egyetemmel segítségével valósítunk meg. Ilyen nincs Magyarországon, ilyen nincsen Európában, és nem nagyon van a világon, tudtunk. Mi ennek a lényege? Az, hogy két napot ide járnak hozzánk a dolgozók tanulni, és három napot pedig dolgoznak a vállalatuknál, és megoldották ezt valahogy helyettesítésekkel. Ezek a szakemberek ebbe az időszakban, amikor tanulnak, ez kb. 5 hónapon keresztül történik, ők valahogy ki legyenek helyettesítve, pótolva legyenek. Viszont ők már valószínűleg nem mennek pont arra a munkahelyre vissza, hiszen ők ilyen képesek lesznek egy sokkal magasabb szintű feladat ellátására, és pont erre trenírozzuk, erre képezzük be őket olyan eszközökkel, olyan berendezésekkel, amik szintén újat jelentenek, mint hogy a Pepper egy évvel ezelőtt a humanoid robotunk az új volt, elsőként érkezett Magyarországra. Azok az eszközök, amin ezeket a kollégákat, embereket oktatjuk, majd képezzük majd, ezek is ugyanolyan újak ebbe a pillanatban, de már leteszteltük őket. Milyen eszközök lesznek segítségükre majd a felnőtteknek? Ne túl távolról indítsak, de azért mégis el tudjuk helyezni a dolgokat. Kétféle robotról, vagy alapvetően kétféle robotról szoktunk beszélni. Vannak a szerviz robotok, amik általában az emberekkel vannak kapcsolatban. Na, ilyen ez a Pepper robot az Alba Innováron belül, illetve vannak az egyik előfutára, hogy ilyenek lesznek majd, akkor később az egészségügybe, az oktatásba, a bankokba, minden olyan helyen, tehát bevásárlóközpontokba elő fognak fordulni, és egyre gyakrabban elő fognak fordulni, és igazi társaink lesznek, segítenek majd bennünket, tehát ezek a szervizrobotok. Ezek elég ilyen emberformájú, vagy barátságos kinézetűek, hogy ne elrémisszenek, hiszen az pont
az ellenkezője lenne annak a célnak, amire ezeket létrehozták. Viszont vannak a ipari robotok, az iparinak nem kell annyira mosolygósnak lennie, bár nem feltétlenül rossz az, hogy az embernek mosolygós arca van munkavégzés közben, de ettől függetlenül itt sokkal inkább a funkció van hangsúlyban, és ezért azt tapasztalhattuk, aki járt közülünk már ilyen nagy üzemekbe, illetve ott dolgozik, akkor látja, hogy ilyen, mint az elefánt ormánya, ilyen nagy félkarú robotok ott szerelgetnek, megfognak hatalmas vagy akár kisebb eszközöket, az valahova áthelyezik, fúrnak, faragnak, alakítják, festik, mindent csinálnak vele, akár tesztelik is, utána átadják egy szállító szalagon keresztül a másiknak, és az folytatja, és vannak olyan feladatok, amit csak emberek tudnak ellátni, utána átadják embereknek, és akkor az emberek dolgoznak rajta, és így folytatódik. Na most az embereknek egyre kevesebbet kell ezeken dolgozni, éppen ezért van arra szükség, hogy az embereket is átképezni, mert már nem lesz szükség. Most még hihetetlennek tűnik, tudom, de higgyék el, hogy 5 év múlva nem lesz szükség ennyi emberre, ahogy, és nem is fognak ennyi embert keresni, mert egyszerűen robotok fogják megoldani ezeket, illetve az automatizációval fogják megoldani ezeket a feladatokat, ami véleményem szerint inkább jó, mint rossz, de ehhez azért mindenkinek tanulni kell, a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Az Alba Innovár 3 elindítása is várható, amely szerint az önkormányzattal és a tankerülettel együttműködve az általános iskolásokat és a pedagógusokat képeznék digitális területen. Köszönjük figyelmüket! Az Esti Mérlegben az Alba Innovárt és a jövőt ismerhették meg. Viszontlátásra!